Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Örülök, hogy az atya meghívott. Ugye a magyar kormány 2020, hát a nemzet egyesítésének az évét hirdette meg, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz. A valóság az, hogy legtöbbet talán attól szenvedünk, hogy eltávolodtunk egymástól. Sokszor a férje a feleségtől, szülő a gyermekétől, rokonok, barátok, munkatársak. De a népünk egy-egy szelete is, ugye, mi erdélyi magyarok. Sokszor úgy érezzük, hogy egy kicsit leszakadtunk, hát Trianon jó voltából, ugye, az ország testéről. És hát a kormányunk azt szeretné, hogy bátrabban fogjuk meg egymás kezét, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz. A családba, a faluba, az egyházközségbe, de a népünk nagy családja is. És miért ne? Hát az egész világ emberség, ez a 8 milliárd ember, milyen jó lenne, ha kevesebbet háborúzna és békébe élne. Vajon ez lehetséges? Ha megnézzük az Szentírást, ugye a mi Urunk Jézus Krisztus mivel kezdte az ő munkálkodását? Mi volt az első munkanapján? Mit csinált? Írt egy nagy pályázatot az Európai Unióhoz, hogy a világ megváltásának infrastruktúrális fejlesztéséhez valami pályázatot nyerjen, nem? De látom, mosolyognak, nem hiszik ezt nekem, mert valóban nem ezt csinálta Jézus. Nem pályázatot írt, mint ahogy mi szoktuk csinálni, de nem is egy nagy templomot épített, hogy legyen szószék, ahol ő tudna prédikálni, hanem úgy írja a Szentírás, és gondolom a görögök is úgy tartsák, hogy hát Jézus keresztelő János megkeresztelte, ez volt az első munkanapja. Hogy mondjam, elkezdte nyilvános működését, feljött a vízből, és ott tátotta a száját két fiatal ember, András és János. 16-18, abban az időben fiatal ember az nem azt jelentette, hogy 46 éves, mert most már, hogy mondjam, a 40 évest is azt mondjuk, milyen fiatal ember, hanem úgy 15-17-18 éves, süheder, leginkék, mester hol laksz? Na gyertek, nézzétek meg, hol lakok. Nagyon szeretem magam elé ki, be is írtam a keresőbe, a Google-be, hogy Jordán folyó, Názáret, 52 kilométer. Mi tegnap egy 16 kilométerre gyalogoltunk, még most is érzem, még volt vagy 20 is, de lényegtelen, mentünk. Hát az egy jó séta 52 kilométer, nem? Képzeljük magunk elé ezt a három fiatalt, hogy mennek, beszélgetnek, szövegelnek, nem tudom, hazaérnek, és Jézus elkúrjantja magát, édesanyám, gyere, hoztam két titánt, velük akarom megváltani a világot. Valami tojás rántottál, valami vacsorát, de farkas olyan éhesek vagyunk. És Mária elmegy a konyhába, sertepe ott, csörögnek az edények, végzi a dolgát, Jézus hoz egy kancsó bort, na, kocincsuk, nyomjuk le azt az útporát a torkunkról. Tudjátok, fiúk, tényleg azért küldött engem Jézus Krisztus, hogy váltsam meg ezt a világot. Na, nem nagy dolog, nem kell megijedni, valami nagy dologra gondolni. Egyszerűen elmegyünk minden egyes emberhez, külön-külön, és elmondjuk, hogy sokkal jobb békében, szeretetben élni, mint háborúzni, veszekedni, civakodni, és ezt mindenkinek külön-külön elmondjuk, megmagyarázzuk nekik a szeretet parancsát, jó, meg is tanítsuk. Egyszerű, nem? Na ennyi. Jöztök? Igen, nagyszerű, buli. Mama, kész van az a tojás rántotta. És Mária hozza, leülnek, ott ül András, János, Szűzanya, Jézus, beszélgetnek. Hogy lehetne ezt a világot jobbá tenni, nem? Ilyen egyszerű, testvéreim. Tehát Jézus ezzel kezdte, hogy közösséget épített. Nem, hogy jött, és ha jó, kioszthatta volna a világot, beleverhette volna az uralkodók orrát a határba, hogy még kell annyit háborúzni, meg egyszerűen rabszolgapiacot tartani, meg társadalmi forradalmat, s hajtsuk el Heródest. Nem ezt csinálta Jézus, hanem megfogta a körülötte élő emberek kezét. És ugye az önök temploma Szent Péter, Szent Pál tiszteletére van szentelve. Mai evangéliumban pont azt hallottuk, hogy Jézus Krisztus hogy hívja meg Szent Pétert?
halászik. Nem fogod semmit, rossz kedvű, duzzog. Hát mi is vagyunk így, hogy nem sikerül, amit akarnánk. És milyen szép, hogy Jézus megszólítsa ezt az embert. Lehet, hogy volt ott olyan is, akinek jól ment a halászat, egész éjjel, vagy nem tudom, és ennek az ember, evesz ki a mélyre, na dob ki a hálót, megtelik a hálóval. Nem tudom, figyelték-e, Szent Péter első mondata Jézus Krisztus az micsoda? Távozz tőlem, mert én egy bűnös ember vagyok. És Jézus azt mondja, most nem magaddal foglalkozzál, ne félj, gyere, emberek halászává tesznek tégedet. Tehát ne a saját pattanásaidat nyomogassad, meg a gondjaidat mondogassad, hanem annyi dolog van, gyere, építsük Isten országát. Milyen szép. Hogy ugye Szent Pál, hát mondjuk, hogy ő mennyire volt szent, azt talán Szent Istvántól is meg lehetne kérdezni, lehet, hogy hogy mondjam, na, ő is nagyon csodálkodott, amikor Jézus Krisztus átdöfött szívvel, átdöfött lábbal, ott a damaszkuszi úton szembe ment vele. Voltam Damaszkuszban, és ha hiszik, hanem megvan az a hely. Ugye úgy tartsák, hogy az út alatt volt egy kis barlang, mai napig megvan, ott van egy szép oltár, és az egész fölé építettek a ferences atyák egy nagy beton, hát mindegy, olyan, mint egy stadion, tehát ugye amfiteátrumszerű, és az út, ez az út, ez a római út, és alatt az a kis barlang, ez a, hát a szentek szentélye. És akkor ott lehet misézni is, meg minden, hát én is az úton háromszor négyszer elmentem, gondoltam az úr, hát mond nekem is valamit, valamerre csak megtérít, de nem történt semmi, de mai napig ott meg lehet nézni, látni, és sőt, még gyalogolni is lehet rajta. És szembe megy Jézus vele. Átdöfött szívvel, átdöfött lábbal, hát ez párbeszédet kezd vele. Sohú, hát miért üldözöl engem? És tudjuk jól, hogy a párbeszéd vége az, hogy Saulból Szent Pál lesz, a népek apostol, aki élete vége felé megírja a szeretet himnuszát. Olyan jó látni az, hogy Jézusnak mindenki jó, mindenki. Gyertek hozzá mindnyáján, akik elfáradtatok, akik az élet terhét hordozzátok, én felüdítlek titeket. Jézus nem mondja azt, hogy na hát te ilyen vagy, te olyan vagy, te amolyan vagy, Mária Magdolna. Hát így sikerült, na hát, innen jó győzni. Gyere! Mária Magdolnával üzente meg a feltámadás tényét Jánosnak, Péternek, a többieknek. Nem egy utcanő által, nem? Jézus nem ítél el senkit. Milyen jó lenne, ha megtanulnánk Jézusnak ezt a szép szokását. Ne egymásban hibát keressünk, van bennem is, mindegyikünkben van hiba. Hanem próbáljuk meg szeretni, úgy, ahogy Jézustól tanultuk. Milyen szép látni azt, hogy igen, a másikat be lehet emelni a családunkba. Én, hát ugye, árva gyerekeket nevelek, hát ugye, 89 után ugye felszenteltek engem még a kommunizmus alatt papnak, és bizony Romániának az a része ottan, Déva, Vajdahunyad, Zsírvölgye, nagyon iparosított vidék volt, ott voltak bányák, meg kohók, meg minden, és ez ugye összeomlott, mert nem kellett a román autó, meg a traktor, meg semmi, mert hoztak meg külföldről, hát ha nem kell az autó, a dácsi, akkor nem kell a vasérses, nem a szénsekes, a kohósekes. Hát az emberek, akik tudtak, elmentek ide-oda, egy csomó ember, hogy mondjam, munkanélkül maradt. És elkezdett inni, bányász addig is hívott, de ha nem kellett munkába menni, akkor jó ráért. Az egyik asszonytól kérdezett, hát maga mészik, a férje eleget hívott, azt mondja, hát hogy kevesebb maradjon neki. Hát, na. Nem jött össze, mert valahogy jutott mind a kettőjüknek bőségesen, tehát hogy mondjam. Na de sok gyerek került így hozzánk. Jöttek, koldultak, befogadtunk előre csak egy ebédre, vasárnap, mise után. Az Úr legyen veletek, mondtam végén a misének, és láttam, hogy a gyerekek kolduló sorfara között mennek ki a felnőttek a templomból. És akkor, na hát gyertek, ebédeljünk. Olyan jó szakásnőnk volt, mindig annyit főzött, hogy én nem tudtam megenni egyedül, és akkor jutott, maradt, és akkor hívek is látták, hogy ott a nap.
nagyobb a fogyasztás, akkor ezt, azt, amazt hoztak, és hogy nyári vakációban, őszére már annyi gyerek volt, mint a fene, a ház körül, és akkor mondtam, hogy hát mint amikor télen önök is kirakják az ablakba a kis magot, hát mindjárt jönnek az ég madarai csipegetni, nem? Tehát, hogyha az ember, na hát valahogy így gyűltek a gyerekek az első években, és hát ugye tényleg az atya mondta, hogy több mint 6000, és akkor hát hogy itt is, ott is csináltunk ilyen kis madáretetőket, és hál' Istennek én azt láttam, hogy Isten jó anyagból teremti az embert. Annyi, én a 25 év alatt tényleg őszintén mondhatom, hogy én nem mondtam egy gyereknek, hogy gyere ide kicsi szívem, és ő ne jött volna oda. Aztán mondtam, hogy na menj el az iskolába, és tanulj, hát ezt nem mindig vették komolyan, de a idejövet ellen nem volt soha baj. Bíznunk kell egymásba, tudnunk kell azt, hogy Isten selejtet nem teremt, nem? Hát én azt mondom a szomszédomról, vagy a feleségemről, vagy az anyósomról, hogy hát ez milyen, na, ilyen-olyan, akkor mit mondok igazából? Hát mennyi, atyám, amikor ezt az embert teremtetted, akkor meglöktek? Vagy hétvége volt és picces voltál, nem? Hát ez kárinkodás. Én hiszem, hogy ebbe a fiúba, abba is, Isten mindent belerakott. Mindenki egy-egy csoda a maga módján, nem? Tehát itt mit tudom én, hogy a Székesegyháznak a tornyába elé kerülni egy ekkora eredeti Rembrandt festmény, nem? Vagy Van Gogh. Hát mindenki el lenne állulva, igaz? És azon lehetne akármennyi légypiszok, pókháló, akármi, akkor is hívnának nagy művészeket és fehér kesztyűvel milliméterről milliméterre megpucolnák azt a képet, nem? Miért? Mert az egy eredeti Rembrandt, ez egy nagy művész alkotása. Hát kérdem én, hogy te ki vagy? Ez a gyerek kicsoda, a másik kicsoda. Isten remek műve, nem? Őt a mennyei atya alkotta. És hogyha így hajolsz, fordulsz, és Jézus így fordult Péterhez, Andráshoz, Jánoshoz, Mária Magdolnához, folytathatnánk a sort, akkor elé jönnek az emberbe azok az eredeti szép színek, amiket Isten belénk álmodott. Az a ragyogás, az érték, ami bennünk van. Én ezt tapasztaltam. És nem csak a szegény gyerekekkel, felnőttekkel is. Képzeljük el, hogy Sepsszentgyörgyön, Csíkszereda felé megy, stoppol egy atyafit. Felveszem az autóba, hát olyan délután, novemberben volt, hogy havazott szinte, olyan rossz idő van, csíkhegyek között, azért nem ilyen szép az idő, mint itt önöknél. Na és kérdem, hova megy? Azt mondja, megyek haza, mondott egy csúfot a feleségéről. Én nem akarok a templomba idézni, szó szerint. Na hát, én hamar az útszélre húzom az autót, és mondom, szálljon ki. Hát azt mondja, miért? Hát mondom, én katolikus pap vagyok, és aki így beszél a feleségéről, az menjen gyalog. Hát olyan nagy kiszállhatnék, ha nem volt, nézett rám nagy szomorú, kinyitott az ajtót, minden. Hát mondom, mondja valami szépet a feleségéről. Hát azt mondja, hogy hát finom palacsintát süt. Na mondom, csukja be azt az ajtót, menjünk tovább. Na hát, persze, amikor megismert, akkor már, hogy mondjam, elkezdtünk beszélgetni, minden. És azt mondja, palacsinta. Tudja, milyen töltelékes káposztát süt az én feles? Na maga olyan nem evett. Na hát, de nem is csoda, hát ott a káposztát, ott a kert, ott a mi termeljük. Meg a disztióban azt is tudjuk, mi van bele, mi rakjuk bele. Hogy mondja, hát az, hogy megvan az, hogy kell úgy, ha itt a névjegyem, ha majd arra jár, látogasson meg, szóljon előre telefonon, hogy feleségem csinálja egy finom tőtelékes káposztát magának, és akkor elkezdtünk beszélgetni, van három szép gyerekes, már unokája is van kettő, meg minden, hát amire Bükszádra elértünk, szinte szenté avattuk az asszonykát. Már kicsit sokaltam is, annyit dicsértük ott a ketten. Akkor leszállt, azon gondolkoztam, hogy most ez hogy van, testvéreim, hogy egy vadidegen embernek az ő feleségét utcanőnek nevezi, nem? És amikor azt mondom, na én ebből nem kérek, akkor kiderült, hogy hát
mégiscsak ő szereti a feleségét, hogy jóban vannak, hogy büszke rá, hogy meg akar hívni, hogy na, büszkékedjen az ő feleségét. Hogy van ez? Hogy miért? Én úgy érzem, ez a világ, mint valami nagy ketchupot úgy ránk önti ezt a nyavajás, nyavajgós, savanyú, panaszkodó, síránkozó, ez se jó, az se jó. Mindenkit leszólunk, mindenkit leértékelünk, nem? És észre se vesszük, és ott van a mi életünkben, és akkor, ha lehet, akkor rosszat mondunk mi a, mit tudom, a tanárokról az iskolában, a kórházban, az orvosokról, a papokról a templomunkban, mindenkiről valahogy leszedjük azt a keresztvizet, nem? Jó ez, testvéreim? Milyen jó lenne, hogyha Jézus szemével néznénk egymásra, bíznánk egymásba, szeretettel fordulnánk egymáshoz, nevükön szólítanánk a másikat, és amikor valaki közülünk elkezd pletykálkodni, vagy ottan valakiről rosszat mondani, na én ebből nem kérek. Megtisztulna a világunk, testvéreim. Én hiszem, hogy lelkünk mélyében mi szeretjük egymást, bízunk egymásba. Ugye én nem csak árva gyerekeket fogadok be, hanem valamikor, mit tudom én, összevesz a férj a feleséggel, nehéz az élet, mit tudom, aztán elzavarja az egészet. Hát múltkor jött egy asszony a két gyerekkel, hogy őt bizony a férje elhajtotta, hogy most mit csinálja? Hát mit csinálja? Van egy vendégszobám, hát költözzön be, ottan sírdogáljon, majd csak valami lesz. Na hát, hát vagy 3-4 hét múlva hív a férje, hogy küldjem haza a feleségét. Mondom, hát én se hívtam. Jöjjön utána, az úgy hazamegy, mint a húzat. Hát azt mondja, ő bizony nem fog járkálni, hanem az asszonynak otthon a hely. Hát mondom, én is így gondolom, de hát hozzon 300 virágot, mosolyogjon rá, kicsit udvaroljon, majd csak megbékülnek. Hát azt mondja, értsen meg, hogy őnek ilyen hülyeségekre nincs ideje, se pénze, inkább felakassza magát. Hát mondom, ne szórakozzál, mégiscsak egy kötél többbe kerül, mint 300 virág, hát ne butáskodjon, jöjjön el. Többet ilyen nem fogok viccelni ilyenekkel, mert felakasztotta magát a boldogtalan, persze a szomszédok levágták, aztán hétig nem hívott, úgy elrendezte a gigáját, utána megint felhív, hogy hát mi nem küldtem haza a feleségét. Hát mondom, jó ember, jöjjön utána, kicsit udvaroljon, virágot hoz, bombont a gyerekeknek, nem tudom miféle. Mondom, annak idején, mikor udvarolt, vitte virágot, azt mondja, igen. Hát mondom, és akkor oda vitte a feleségének a virágot, mit mondott az asszony? Hát úgy azt mondja, turbékolt. Hát mondom, ilyenek a nők virágot kaptak, turbékolnak, nem? Ha kiabálunk, veszekedünk velük, akkor hát ő még jobban veszekedik. Hát mondom, ilyen a világ, na hát. Tükörbe belegrimaszkodok, az vissza fog grimaszkodni rám, nem? Belemosolgok, az visszamosolyog rám. Hát próbáltam ilyen egyszerű szavakra elmondani. Azt mondja, értsen meg a magyar ember, olyan, mint a fenyő, az inkább törik, de nem hajlik, ő vonat alá szakik. Jaj, gondoltál. Hát mennyi esze, hát tényleg megcsinálja. Hát vettem én egy csokó virágot. Meg az azt mondja, mondom, a férje küldte. Szóval ne hazudjak, mert a férje nem ilyen virágküdögető fajta. Ismerték egymást. Hát most mit mondjak? Na mondom, nézze meg, ki kéne békülni, haza kell menni. Magát a férjen nagyon szereti, az engem biztos nem. Az kizárt dolog. Hát mondom, nézze meg, itt vagyok 60 éves. A világon értem, senki nem akar meghalni, nem? Hát maga már az ember felakasztotta magát, most éppen vonat alá készül. Mit gondol, mit csinálja? Hát azt mondja, mert hülye. Nem, azért hazamegy, körülnéz, se asszony, se gyerek, üres a ház, semmi értelme nincs az életemnek. Elkeseredett, hiányzik maga, értse meg, magát nagyon szereti a férjet. Meg akar halni, ezért mert elveszítette magát. És nézett a néni, hogy próbáltam ma lelkire beszélni, üveges szemes, egyszer csak megkérdezte, atya, de akkor mi nem mondja? Nagy kérdés tényleg, testvéreim, ez, hogy tényleg hiányzik a másik. Szükségünk van egymásra, szeretjük is egymást. De olyan nehéz kimondani azt, hogy fontos vagy nekem, szeretlek én téged, örvendek, hogy vagy, boldog vagyok, hoztam egy szál virágot neked, csak azért, mert vagy te neked, nem? Milyen nehéz ezt kimondani. Valahogy úgy gondolom, hogy én nem mondom, hogy nem szeretjük egymást,
De valahogy olyan fapadosan, vagy olyan visszafogottan. Mire gondolok? Utkor voltam egy családnál, nagyon szép, három gyerek, aranyosak, kedvesek, minden. Leültünk, beszélgettünk, a gyerekekkel játszottam. Az asszonyka megkínált egy kávéval, minden, vártuk a férjet haza. Hazajött, azt mondja a gyerekeknek, szervusztok gyerekek! Aztán oda jön hozzám, és azt mondja, az asszony ebédre hívott te. Mondom, ebéd, de mi nem köszönsz a gyerekeidnek? Azt mondja, köszönte, hát mondom, azt nem úgy kell. Az oda ment, és jó, beledöböcsköltem az ágyba a gyerekeket, megcsikiztem, feldobtam, kacagtunk, nem tudom miféle. Gyerekek sikoltoztak már végül örömükbe. Mondom, valahogy így kéne. Az a gyerek vegye észre, hogy te hazajöttél, nem? Mutasd ki azt, hogy neked a napnak legszebb perce az, hogy itthon vagy. A gyerekeidet ölbe vehetted, hogy mindeniket néven szólítottad. Hogy van, hogy nem? Feleségedet ugyanígy. Hát azért fáradsz. Én tudom, hogy minden fizetésedet hazahozod. De valahogy mert kimutatni a másik iránt azt, hogy szereted, hogy fontos, hogy ragaszkodunk hozzá. Bagdi Emőke, ugye egy nagy pszichológus ott a Budapesten, mondta, hogy érzelmi analfabéták lettünk. Hogy valahogy nem is tudjuk megfogalmazni, sokszor magunknak se. Az, hogy milyen jó, hogy van egy templom, hogy van nekünk papunk, hogy választhatunk, hogy dönthetünk, hogy van nekünk feleségünk, gyermekünk. És tudjak úgy letérgyelni, és úgy hálát adni a Jóistennek. Most képzeljék el, önök karácsonykor gyereküknek a nyugdíjból, fizetésből, mint elég, csinálnak egy kis csomagot, piros, masni, zöld, ág, nem tudom, berakják a karácsony falát, gyerek kibontja, és azt mondja, mama, csak ennyi. Hogy érzik magukat? A Jóisten megteremtette ezt a szép világot, nem? Megajándékozott egy gyerekkel, egy unokával, egy férjel, egy plébánossal, szomszédokkal. Tudsz-e te örvendeni neki? És örömödöt meg tudod-e fogalmazni magadnak? Ki tudod-e mutatni a másik iránt? Ugye szidjuk ezt a világot, de képzeljük el, hogy a választás van. Ugye nemrég volt az Európai Unió választása. 500 millió ember egymásnak feszült. Mindenki kampányolt, plakátozott. Mondta televízióban, rádióban magáit, mint a csuda. 500 millió ember. És tétje volt ennek a választásnak, nem? És meglett a végeredmény, és elfogadta mindenki. És ugye felállnak az Európai Bizottságok, és végzik a dolgukat, és nem halt meg senki. Nem jártak az utcáinkon tankok, meg kardokkal, meg puskákkal, nem csörtettek katonák, nem? Nyugodtan, békén, volt egy kis kakaskodás, ott a férfiak szerettek, ott sokszor egy kicsit úgy, na, vérkozni, főleg szóval, szájjal, de nem öltünk meg senkit, nem? Ez egy olyan óriási dolog, ezért nem kéne hálát adjunk térgyen állva, hogy Uram, köszönöm, hogy most is ugye a helyhatósági választás, hogy kinek van igaza, kinek nem, mindenki elmondta maga igazát, jobbról, balról, lett fel, meg is lehet hallgatni, nem tudom, elmennek önök és döntnek, nem? És milyen jó dolog tudni azt, hogy mit tudom én, nem lőnek Budapesten, vagy Pécsen, vagy Nyíregyházán, vagy akárhol, nem? Hogy el tudjuk fogadni egymás véleményét. Nagy dolog. Ezek olyan nagy dolgok, testvéreim, hogy el se tudjuk mi képzelni. Voltam Szíriában, félelmetes. Például Aleppo, lehetett hallani, de az ember elmegy oda, 5 milliós nagyvárosba, 2 millió ember maradt, 3 millió vagy meghalt, vagy elmenekült, vagy nincs ottan. A városnak 70%-a romokban van, úgyhogy nem lakik ott senki. Összedőlt toronyházak, meg minden. 70%-a. A televízióban, amit mutatnak, az körülbelül 1%-a valóságnak. Tehát félelmetes. Tehát olyan, mikor egy nagy rakéta vagy bomba találat ér egy nagy tömbházat, és az összemegy, mint hogy van ugye a rétes tészta, úgy vannak az emeletek, ugye a betonok egymáson. És nem szedték szét, hogy az alatt hány ember van, ők se tudják. Például
Homs, egy görög katolikus püspöknél voltam, és azt mondta, az ő egyházmegyébe több mint 1000 vértanú van, oké? A 7 utolsó évből. 1000 vértanú. Papok, szerzetesek, világiak, anyák, gyermekek, férfiak, mindenféle. Volt, akit ugye élve eltemettek, volt, akit keresztre feszítettek, volt, akit elégettek élve, és mindenféle más meg. Tehát ahhoz viszonyítva nem kéne térgyen állva nap, mint nap hálát adjunk a Jóistennek. Mert nem csak egymás iránti szeretetünket kell kimutassuk, hanem az élő Isten iránt is. Hogy van az első parancs a 10-ből? Ezzel valahogy keresztül szoktunk csúszni, mikor lelkismert vizsgálatot tartunk. Uradat, Istenedet imád. Tehát a mennyei atya nem azt mondja, hogy hát vasárnap, ha ráérsz, gyere el a templomba, aztán imádkozz, ha gondolod, hanem az, hogy uradat, Istenedet imád. Lángoló szeretettel szeress engemet. Mindennél jobban. Na vajon, testvéreim, megvan-e Isten iránt ez a szeretetem? Milyen jó lenne, hogyha embertársaim iránt, a világ iránt, teremtő Istenem iránt, szívemben szeretet lángra gyúlna. Jézus jó példával előttünk jár. Én azt gondolom, hogy járható ez az út. Mindannyiunk számára járható. Kezdjük el már ma. Férjemnek szorítson meg a kezét, és adjak neki egy extra, hát hogy mondjam, puszit, és gyermekemet bízzak benne, szeressem őt, anyukámat. Majd mama, menj apuval egyet, sétáljatok, én mosogatok, nem? Vasárnapi ebéd után. Annyi módja, lehetősége van annak, hogy egymást és az Istent szeressük. Éljünk vele. Minden nap egy ajándék. Nem tudjuk, hány napig élünk. De azt a napot, amit Isten adott nekünk, azt használjuk arra, hogy jót tegyünk, hogy jók legyünk, hogy szeretetbe éljünk, hogy Istent imádjuk, és egymást szeressük. Amen. Csinom párko, csinom jánko, csontos karabélom, szép sejmes nodindom, dalépet pisztolyom. Nos, Ferenc, búzs üledékeiden, husznakron vára megállék, csendval. A fellekről százszer az éjjel volt, szélkele most, mi sírszelek él. A csarnok elutott oszlopi közt, rebegő rémalak inte felé. És mond, honfi, mit ér epedődke vele a kormány? Rég korája felé visszamerengeni mit ér? Messze jövendővel komolyan vesz össze jelenkort. Has, alkos, gyarapígy, s az a fényre derül. Cseke, 1837. december 29. Miután Kölcsei Ferenc édesapja, a nemesi származású Kölcsei Péter, aki Álmonti birtokán gazdálkodott, 1796. augusztus 9-én elhunyt, édesanyja Bölni Ágnes a 6 éves kisfiát Debrecenbe küldte iskolába. Egyik szemevilágát gyermekkorában fekete hidlő következtében elveszítette. 11 éves volt, mikor édesanyja meghalt. 14 éven át tanult a debreceni református kollégiumban, szórakozás gyanán egy barátjával a debreceni homokba rajzolta le az ókori Athént, a görögök nagyjainak csontokból emlékoszlopokat állított és emlékbeszédeket tartott fölöttük. 1803-ban a költészeti osztályba jutva a latin versírásban ugyan nem jeleskedett, de buzgón olvasta Csokonai Vitéz Mihály, Kisaludi Sándor munkáit, Kazinczy Ferenc fordításait, latin és görög nyelvű szerző műveit, méghozzá eredetiben. Már ekkoriban a magány kereste, s minden örömét elvonulva könyveibe találta meg. 16 éves korától kezdve enciklopédiai tanulmányokat kezdett,
Társaival együtt tanult, olvasott, és eszmécseréket folytatott. Imád az Isten! Ez legelső rendszabás Pitagorasz aranyverseiben, s úgy hiszem, méltán. Semmi sincs, ami az emberi szívet annyira felemelhetné, következőleg az élet mindennapi jeleniteiben, s a szenvedélyek és indulatok örök ostromában hozzáragadt szentél annyira megtisztíthatná az Istenség nagy gondolatával foglalatoskodás. Akar meleveted a temédek mindenségeiben tekinteteidet, mindenfelől egy végtelenül bölcs, nagy és jó, de egyszer s mint megfoghatatlan lény jelensége sugároznak felé. Mindent, ami vagy, ami vélehetsz, mindent, amit gondolsz, érzesz, akarsz, cselekszel és érdel lesz, egy szóval egész lényedet, fenntartásos, tökéletes ülésen minden eszközei egyedül e hatalmi és értelmi összeálltásnak köszönheted. Kemeletben felébredett csodálat, tisztelet és hála, legmélyebb érzeteinek az, aki magyarázhatatlan vegyülete, mint emberi nyelven imádásnak mondanak. Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem, magyar munkát alolt, a dajka felettem. Magyarul tanított imádkozni anyám, és szeretni téged, gyönyörű szép hazám. Lerajzoltam képet szívem közepébe, beírtam nevedet a lelkem mélyébe. Áldja meg az Isten a keze vonását, áldja meg, áldja meg magyarok hazáját. Áldja meg az Isten a keze vonását, áldja meg, áldja meg magyarok hazáját. Az idegen nyelvek közül először a franciát sajátította el, kedvelte a 17. századi francia mestereket, a német nyelv iránt is érdeklődött. 16 éves kora óta írogatott verseket is, de első zsengéit megsemmisítette. 1805-ben Csokonai temetésén ismerkedett meg Kazincival. 1808. május 19-én kelt első levele Kazincihoz. Ennek szíves fogadtatása és a későbbi barátság rendkívül serkentően hatott rá. Kazinci szellemi útmutatóul szolgált számára. Rendszeresen látogatta a kollégium könyvtárát, azonban mivel az ifjaknak magyar könyveket nem adhattak ki, maga is gyűjtött magyar nyelvű munkákat. Miután 1890-ben befejezte kollégiumi tanulmányait, Pestre költözött. Törvénybe korlátra. Ezért lemondott ügyvédi vizsgájáról, melyre Debrecenbe hívták, és Álmosra vonult, ahol kis birtokán gazdálkodva tanulmányainak élt. Ezek mellett öcseinek gondozása is lefoglalta. 1815-ben testvéreivel megosztottan Csekére költözött. Itt is gazdaságnak, tanulmányainak és irodalomnak élt. Levelezett Kazincival. Szélesebb világnak, fénye gazdagsága, el nem csábít innen idegen országba. Aki magyar nem tud sehol boldog lenni, szép Magyarországot nem pótolja semmi. Aki magyar nem tud sehol boldog lenni, szép Magyarországot nem pótolja semmi. Figyelmet keltett a mondanatra való felelet, melyet Szemere Pállal együtt dolgozott ki 1815-ben.
Kölcsei ezzel állást foglalt a nyelvújítás mellett, és előmozdította a sikereit. Kazincival a régi Magyarország ellen küzdött, és sorba vette a legnevezetesebb költőket, Csokonai, Kis János és Berzsini Dánielt. Véleményét akkor hallatlan szigorúsággal mondta ki, ezért felé zúdította maga ellen a közvéleményt és az írókat. Akkor személyes baráti viszonyra lépett Kisfaludi Károllyal, Balza Józseffel, Vörös Marti Mihállyal és az Aurora Körrel is. Pesten tartózkodás alatt Szemere Pállal 1826-ban megindította az Élet és Literatúra című folyóiratot. 1827. januárában hazamenetele után csak pár évig maradt egy magánában, ahol elhunyt öccse családjának ügye is lefoglalta. 1829-ben tisztújításkor főispánja Bálog Baj Miklós őt Szatmár megyei tiszteletbeli aljegyzővé választotta. A Magyar Tudományos Akadémia igazgatósága Pozsonyban 1830. november 17-én nyelvtudományi osztályban vidéki rendes tagjának nevezte ki. 1832-ben megyei főjegyzőjévé azon év november 6-án országgyűlési követté választotta, mint szónok jeles beszédével országos hírűvé vált. A parlamenti szónoklatot ő emelte művészi és irodalmi színvonalra. Tőle tanulták el ezt az 1830 és 1840-es évek szónokat. Deák Ferenc, Kossuth Lajos, Ötvös József és Szemere Bertalan. Kossuth Lajos, Kossuth Lajos azt üzente, felszabadításával, korszerű átalakításáért és a magyar nyelv jogaiért. Követi pályája 1834-ben véget ért. Búcsú beszédjével Pozsonyban 1835. november február 9-én annyira meghatotta a rendeket, hogy az országgyűlés e beszéd után aznapra felfüggesztette az ülést, és Kossuth erről a napról gyászkeretben küldte szint országgyűlési tudósításait. Az akadémiában emlékbeszédeivel, költői dolgozataival, kritikáival újra magára ragadta a közfigyelmet, és ezután kizárólag az irodalomnak élt. 1836. november 12-én a Kisfaludi Társaság alapító tagja lett. Utolsó nagy műve Veselényi Miklós védelme, melyet barátja hűtenségi perében készített. Rendkívüli tisztességére és megbecsültségére utalva Veselényi így emlékezett meg róla. Nem közénk való volt. Azonban ismerni a jót könnyebb, mint követni. Sőt, még az sem nehéz, hogy némelyikor jó, vagy éppen nem esetet tudjuk véghez. De egész életedet meghatározották szerint intézve sohasem tenni mást, mint amit az elkölcsiség kíván. S még akkor sem minden haszon, bátor lép, indulatheve, vagy szenvedelem ereje ragad másfelé. Ezt hívják erének. És ez sokkal nagyobb, sokkal dicsőségesebb kincs, mint sem birtokába, hosszú igyekezet nélkül juthatnánk. Soha nem hullass el egyetlen alkalmat is, mert bejót tehetsz.
Sátántné, mert a pillanati hasznotás kívánságaiddal ellenkeznék, szoktasd akaratodat, hogy rajtuk győzedelmeskedjék. Így fogsz a pályán lassanként és észrevétlen akadály nélkül járhatni. Így fog a szép és jó szerelmet benned örök hálhatatlan virággal kifejleni. Így fogsz oly erőre jutatni, hogy egykor nagyot is mívej, korodra, sajövendőre munkáj, s társaik körében tisztelet és szeretet jelenségeikhez említessen meg. Magyarnak születtem, magyar is maradok, a hazáért éles, ha kell meg is halok. Ringó bölcsök fáját magyar föld temette, koporsom fáját is magyar föld növelje. Ringó bölcsök fáját magyar föld temette, koporsom fáját is magyar föld növelje. Halála hirtelen következett be, egy hivatalos útja alkalmával, szekéren utazva, viharos zápor érte, meghűlt, és egy heti betegeskedés után a szakmácsekei református anyakönyv vonatkozó bejegyzésének tanúsága szerint 1838. augusztus 23-án szakmácsekén meghalt. Most pedig szeretett gyermek, Isten veled! Most még a gyermekkorban bájos álmai kebelethez gondos férjére nem engednek, de eljön egyszer az idős, a tapasztalás égető nap alatt tégedet is felébresz. Ha majd a felébredés kínos óráiban a lapokat elővended, jusson emlékezetedbe, hogy miképpen a felébredés kínos órájának gyötrelmeit én is teljes mértékben szenvedtem, és azonban szerelmemet, az emberiség bizadalmomat az örök sors iránt híven megőrzni törekvén. S hidd el nekem, ki a kettőt bírja, az frissbe ment remények után sem fog vigasztalás nélkül maradni. 1823. január 22-én tisztázta le a himnusz a magyar nép zivatalos századaiból című nagy költeményét, amely Elker Ferenc zenéjével Magyarország nemzeti himnusza lett. E napot 1989 óta a Magyar Kultúra napjaként ünnepeljük. A mű eredeti kéziratát Kölcsei saját kezű aláírásával az Országos Széchenyi Könyvtár őrzi. Isten!